Пётр Мамонов Ториан Пітер. Віктор Сухоруков Варіо Тілло. Дмитрий Дюжев Зольд Чобо. Sziget. Háború 1942. Ne lőjetek!
Ah, raus, du Schwein! Festhalten! Wo ist dein Kapitän? Reicht jetzt, hebt ihn auf! Wo ist der Kapitän? Mimar! Mitakor! Wo ist der Kapitän? Nicht verstehen! Ne wirtem! Semmit sem értek! Itt van! Ne is csak kérem! Itt van! Megmutattam! Értem! 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 Los! Weg von hier! Itt van! Itt! Itt! Itt van! Tihon! 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 Gyere elő! Gyere! Itt van! Wie lange? 20 Minuten. Die sind wertlos. Erschießen. Hagyd abba! Ne lőjenek, kapjon! Ne lőjenek le, kérem! Ne lőjenek le! Kanyarok meg, kérem! Ne lőjenek le! Ne lőjenek le! Töte ihn! Sei ein Mann! Sei ein Mann! Und du wirst leben! Tihon! Tihon! Hol vagy?
Monostor 1976. Bátyuska, hol van Anatoli atya? Nem tudom. Talán alszik. Igen, alszik. Mi pedig itt várunk már hosszú ideje. Nagyon várjuk. De hát már alszik. Jó ideje várakozunk, elfáradtunk. Várjanak már egy kicsit, nem ébreszthetem fel. Mindjárt előjön. Várjanak. Várjanak egy kicsit. Én szeretnék beszélni a szentéletű Anatolijjal. Mi értelme lenne? Többet érsz vele, ha rádiót hallgatsz. Csak nincs valami bajod. De igen. Hatalmas az én bánatom. Jól van, ne sírj. Megyek és megkérdezem. Talán hajlandó lesz. Bár... ma valahogy olyan mogorva. Tegye ezt el. Nem maradok az adósa. Eszedbe ne jusson ilyesmi. Ne lássak ilyet még egyszer. Bocsásson meg.
Mi van? Áldást akarsz egy gyilkosságra? Majd adok én neked áldást! Könyörgök, bátyuska, könyörgök! Kérje a sztárec áldását a baba elhajtására! A pokolba tartasz, és engem is magaddal rántanál. Tudja, hogyha lenne egy gyerekem, akkor senki sem venne feleségül. Ki akarna egy efélét? Te így se kell lesz senkinek. Hidd meg, ez a gyerek vigasztak ön. Nyugodj bele, kérlek. Örülj neki. Vagy átkozni fogod magad egész életedben. Hogy megöltél egy ártatlan gyermeket. De hát honnan tudod ezt? Nem te vagy a sztárec. De megeshet, hogy én is öltem már. Na jó, állj fel gyorsan. Akkor borulj térdre, ha Istenhez imádkozol, nem amikor velem áldogálsz. Kisfiad lesz. Nagyon aranyos. De most azonnal tűnj el a szigetről! Eredj innen! Thank you.
Dicsőség néked, Uram! Dicsőség néked! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Örökkön örökké. Ámen. Áldott legyen a mi Urunk, örökkön örökké. Ámen. Dicsőség neked, Uram! Dicsőség, dicsőség neked, Uram! Dicsőség neked! Dicsőség neked örökkön örökké! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen! Uram, esetezve kérlek, Uram, hogy emlékezz meg a háborúban elesett Tihon katonáról. Bocsásd meg minden bűnét, amit csak elkövetett. És jutalmazd meg őt a mennyek országával és az örök élet forrásával. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtunk bűnösökön. Uram, könyörögve kérlek, essen meg a szíved rajtam, szegény bűnösen. Uram, Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösen. Uram, Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösen. Ó, Uram, könyörgök! Ne hagyja el engem! Ne hagyja el engemet! Mess meg az én lelkemet! Ó, mennyei Atyám! Könyörög érettem, mennyei Atyám! Mess meg a lelkemet, Uram! Ne hagyj sorsorra! Könyörög érettem, Uram! És töröld el az én vétkeimet! Elismerem, Uram! Elismerem, hogy gonoszul cselekedtem. Menj meg, Uram, engem! Ne hagyd lelkemet a seholban, és a bűnömet sose tévesztem szem elől. Menj meg, Uram, engem! Tisztíts meg engem, Uram! Hadd legyek a hónál is fehérebb. Add meg nekem, hogy örömöt és igazságot halljak. Tisztíts meg, Uram! Tisztítsd meg a szívemet, és bocsáss magad elé. Szent atyáink imája által könyörög érettem. Bocsáss meg nekem, Uram, nagyon kérlek. Igen, könyörülj rajtam Jézus nevére. A Jézus nevére kérlek. Könyörülj rajtam. Thank you.
Kérem, Anatoli atya, Isten nevében, engedj be! Engedj be, kérlek! Nyitom már! Anatoli atya! Valaki bepiszkította a kilincset. Ki tehetett ilyet? Biztos valami hitvány lélek. Le kell törölni. Mindjárt letörölöm. Adj egy rongyot, hogy megtörölgessem a kezem. Nincs itt ilyesmi. Hát nem hagytam itt elég rongyot, hát ha kell. Hm? Tényleg nem akad itt ilyesmi. Ha nem hiszed, akkor gyere, nézd meg. Nézd körül. De oda bent nagy a mocsok, a korom. Tudod, a széntől. Engem az egy cseppet sem zavar. Dologban járok. Az előjáró Filaret atya nevében jöttem. Fogad Filaret atya áldását, és élj vele békében. Ha szentelélsz együtt, szenté válsz. Mondtál valamit, de nem nagyon értettem. Filaret atya jó indulattal van irántad. Azt akarja, hogy lakja cellájában. Törődni akar az egészségeddel. Ki fog akkor dolgozni? Majd Nikodémusz testvérünk. Ő rá bízzuk a dolgot. Hogyhogy? Ő fél a tűztől. Mind félünk a Gehenna tüzétől. Könyörgök, jó atya. Áldj meg, hogy itt maradhassak. Megszoktam már, mindent ismerek itt, meg aztán itt a tél, a hó. Szítani kell a tüzet. Hallod te, hogy mit beszélek? Igen. Filaret atya jó indulatának adott hangot. Figyelj! Eligazodsz a betűvetésben. Ha nem tanultam volna, nem lehetnék vezető. És szent könyveket is olvastál. Valóban, többet tudok fejből is. Tudod, én elfeledtem, hogy Káin miért ölte meg Ábelt, a testvérét. Te mindig csak viccelősz. Töröld le inkább a kilincset. Megteszem. Feltrengsz a mocsokban, de viccelődsz. Pi-pi-pi-pi-pi-pi. Micsoda gyönyörűség. Miért kell mindig megijesztened? Hol tanultál meg ilyen halkan járni? Hogyha gondolod, csináltathatok patkókat a cipőmre, hogy mindig halld, ha közeled. Azt próbáld meg. Ez egy monostor, nem istálló. Ha mindenki patkót viselne, micsoda zaj volna itt. Akár egy lóversenyen. Netán még fogadást is kössek rád? Mi szél hozott? Szeretnék beszámolni Anatoli atyáról. Anatoli atyáról? Mit művelt már megint? Minden le van írva. Mihez kezdjek az írományoddal? Miért elmennek? Mondd, amit mondani akarsz. Aztán zárjuk le a dolgot. Atyám, tiszta szívemből mondom, ezt nem lehet tovább tűrni. Először is, ez az Anatoli sosemos kezet arcot. Másodszor, a munkából mindig elkésik. Harmadszor, a szárazföldről folyton jönnek hozzá az emberek, látni akarják.
Tegnap meg úgy jelent meg a templomban, hogy az egyik lábán nemes csizma volt a másikon zokni, és orrhangon énekelt. Atyám, a testvérek zúgolódnak. Az ünnepnapokon ugyan megjelenik a templomban, de nem hajlandó imádkozni. Csak az a fontos neki, hogy lássák. Az emberek ezt roppant módon helytelenítik. Jól van, elég legyen, szinte már beleszédültem. Hol lehet most? Hol lehetne? Minden bizonnyal teázik valakivel. Úgy bizony. Cukorral. Ide hívjam? Nem kell, majd én benézek hozzá. Mondtad neki, hogy hagyja abba a munkát a kazánházban és költözzön a cellámba? Mondtam én. És mit szólt? Megkérdezte, tudom-e, miért ölte meg Káin Ábelt? Na és miért? Kérlek, ne akarj megbántani. Bocsáss meg, elmehetsz. Megoldom én ezt a dolgot. Őszintén szólva, tiszta szívből mondtam, amit mondta. Szépen kérlek, hogy most menj. És bocsáss meg. Ó, Istennek szülője, bocsáss meg nekem, bűnösnek. Ments meg, és őrizd meg engem. Adj nekem és testvéreimnek erőt és egészséget. Legyen a mai nap örömteljes. Bocsáss meg nekem Istennek, anyja. És őrizd meg a hitemet, és sokszorozd meg az irántad való szeretetemet, hogy tiszta szívemből tudjalak keresni téged, Uram. Uram, ajándékozd meg mindazokat, akik hitben és a feltámadás reményében merültek álomba, azzal, hogy az álmuk beteljesüljön. Uram, sokszorozd meg az irántad való szeretetemet, hogy egyszer bizton rád találjam. Bátyuska! Bátyuska, ez mind házi. Kérlek, imádkozz elhunyt férjem lelki üdvéért. Megölték a nagy honvédő háborúban. Foglalj helyet, te azok. Hűj csak le. És most mesélj. Álmomban szokott meglátogatni. Na és mit mond? Nem mond semmit. Csak áll ott. Azt gondolom, rossz lehet neki. Nagyon szeretted? Még most is szeretem. Összesen alig 6 hónapot töltöttünk együtt. Aztán behívták, és én 30 éve özvegy vagyok. Értem. Ilyen szeretetnél nem bűn, ha tudakolózunk. Megyek, megkérdezem Anatoli atyát. Meglátjuk. Ő nem szent ugyan, de olvasott ember, talán ad valamiféle tanácsot.
Gyere ide! Amíg én beszélek vele, nyitva hagyom az ajtót. Állj ide, és mindent hallasz majd, de ne szólj! Csöndbe légy! Mi az urad neve? Mihály! Tessék! Mihály! Értem már. Testvérem, Anatoli atya. Egy özvegy van itt, és azért jött, hogy imádkozz a férje lelki üdvéért. Mikhailnak hívták. Ugyan már! Micsoda ötlet egy élőjét imádkozni! Hogyhogy? Azt mondja, hogy a férje 44-ben áldozta fel az életét egy csatában. Semmit sem áldozott fel. Foglyul ejtették. Aztán a győzelem után Franciaországban maradt. Most gyengén van. Látni akarja szeretett feleségét, mielőtt meghal. Na, mi? Mit állsz itt? Menj innen! Mit keresel itt? Mindent hallottál? Mm-hmm. Az élő lelkét nem szabad elgyászolni. Az urad életben. Csak most beteg. Eredj Franciaországba. Vigasztald meg azt a beteg embert, mielőtt lehunja a szemét és meghal. Mit nézel így? Cselekedj! Mit mondasz, atyám? Menjek Franciaországba? Miért ne? Ott is csak emberek élnek. Miket beszélsz, atyám? Az egy messzi ország. Úgy sem engednek ki. Ne beszélj össze-vissza. Ha Anatoli atya ezt mondta, akkor ki engedne? Jaj, atyám, mi lesz a házammal, a háztartással? Ott a tehén, annak ennie kell, a disznót le kell vágni. Adj el mindent. Az égvilágon mindent. Mindent? Ahogy mondom. Új, ajú, ajú. Mi van? Eladni, nem bánod meg. Azért a kandisznóért szép pénzt adnak, majd meglátod. Meglátod. Bizonyám, ha én ennék húst, én is megvenném. Hazanyomban. Bizonyám. Bolondot csinálsz belőlem? Szeretted az uradat? Hát... Akkor tedd azt, ami elrendeltetett. Jaj! Ide figyelj! Ne bosszants le engem! Eredj! Bocsáss meg, Úram, irgalmazd nekem, irányíts utamon, vezess engem. A lelkem gyenge, sőt a testem is, s bűnös szenvedélyek miatt emésztődöm is. Nem tudod rendesen megigazítani ezt a botot? A kimosott holmik leérnek a földre, és nem lehet velük mit kezdeni. Semmire kellő vagy. Hát te mit csinálsz itt? Fohászt írok mennyei úrunkhoz, hogy túléljük a telet. Nehéz a testvéreknek sírtásni a fagyott talajban. Mm-hmm.
Nála az égnek megint tréfálsz. Már azt hittem. Nézd csak. Nézd, elindult. Valóban. Imádkozz értem, Anatolij atya. Inkább neked kellene, értem, imádkoznod. Tudd meg, háromszor olyan bűnös vagyok, mint te. Miket beszélsz? Nem szerezte engem, jó atya. Fillalat, szeret téged. És te miatta igyekezel. Miért is szeretnélek? Ritkán hagyod el a cellámat, és mindig valami csínyt követsz el. Bekented a kilincset is. Most is valamiben sántikálsz. Tudom én a bűneimet így is. Jól van. Nem szóltam semmit. Bocsáss meg nékem bűnösnek. Bocsáss meg. Elfáradtál? Nem, nem. Vigyelek? Nem kell. Jól van, ha menjünk, mégiscsak felvesznek. Mondtam, hogy nem kell. Óvatosan. Hadd segítsek. Nem kell. Jól van, jól van. Vigyázz! Óvatosan. Ülj le szépen. Egyszerűen az történt, hogy elesett és eltörte a lábát. Aztán a csípője sorvadásnak indult. Négy műtétje volt, de semmit sem segített. Tudja, hogyha jártunk mi már minden sebésznél. Jaj, ne haragudj. Melegen van. Türelem. Az atya majd segít rajtunk, meglátod. Minden professzornál megfordultunk, minden sebésznél, de nem tudtak segíteni. Ülj le, kérlek, elfáradtál. Ülj csak le. Hogy hívják a kisfiút? Ványecska. Ez a jó bácsi segíteni fog rajtad, meglátod. Csak tedd, amit mond. Jól van. Akkor hát tegyük el a mankókat. Állítsuk fel. Jó, ide. Ez az, jól van, jól van. Egy kicsit arrébb teszem a rönköt. Így né. Tegye le a rönkre. Nem kell félned. Így né, ne félj.
Jól van. Tartsa. Ez az. Jól van. Ványecska. Ványecska. Én most imádkozni fogok, érted? Te is imádkozz az Istenhez a saját szavaiddal, jó? Csináltam. Rajta, rajta. Csináltam. Az Úr meghallgat. És segít rajtad. Hidd el nekem, hidd el. Meglátod, ne félj. Bátran, állj meg a lábadon. Na, gyerünk. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Dicsőség neked, Uram, dicsőség. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, jöjj el és lakozzál mi bennünk. Tisztíts meg minket minden szennytől, és engedd, hogy üdvözüljön a lelkünk. Kérjük az Urat, hogy tegye meg ezt érettünk. Kérd meg szépen, hogy segítsen rajtad. Kérd meg őt, kedvesem. Kérd meg. Kérlek, Uram, segíts rajtam. Mondd. Hogy a lábam többé ne feljön, és tudja kiállni. Jól van. Segíts az én kisfiamon. Uram, te mindenható. Mennyei Urunk, hozzád száll az imánk. Arra kérünk, hogy juttass nekünk is a te kegyelmedből. Ne feledkezz meg a te szolgádról. Bocsásd meg a vétkeit. Hozzád imádkozunk, ó Úrunk. Könyörögve kérünk, küldd el gyógyító erődet az ő testébe. Látogasd meg őt. Bocsásd meg az összes bűneit. Uram, bocsásd gyógyító erődet erre a szegény fiúra. Szüntesd meg a szenvedélyeink tüzét. Holts ki minden lázat és betegséget. Gyógyítsd meg a te szolgádat. Kérlek, Uram, gyógyítsd meg ezt a fiúcskát. Emeld fel őt a beteg ágyából. Vezesd el őt az egyházadba, hogy megértse a te akaratodat. Tegyél meg mindent ennek érdekében. Add, hogy eltaláljon a templomodba. Add, hogy teljesüljön a te akaratod, és mentsd meg ezt a fiúcskát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Dicsőség neked, örökkön örökké. Amen. Dicsőség neked, Uram. Dicsőség neked, Uram. Uram, segíts ezen a fiúcskán, szegényként. Gyógyítsd meg a beteg lábát. Uram, mindenható, Uram, segíts most rajtunk. Dicsőség neked, Uram. Bízom benned, Uram. Segíts. Most már meggyógyulsz. Meglátod, talprász. Na gyere, tegyél néhány lépést. Na gyere, bátra, gyere. De hát nem szabad neki, megtiltották az orvosok. Miért lenne tilos járnia? Na gyere, próbáld csak meg. Jó. Úgy néz. Na látja, tud járni. Ügyes fiú ez. Ügyes. Ványuska, ezekre a mankókra többé nem lesz szükséged, jó? El is teszem őket. Istenem, drága kisfiam. Drága kisfiam, de akkor hát megyünk is, és köszönöm. Hova mennek? Jobb lenne, ha itt éjszakáznának a kolostorban. Holnap reggel aztán Filaret atya megáldoztatja a kisfiút. Higgy el, most már járni fog. Higgy el. Nem maradhatunk itt. Haza kell mennünk. Mi baja? Azt hiszi, hogy össze-vissza beszél? Jegyünk van a vonatra. És mi a fontosabb?
A fia vagy a vonatjegy? A munka? Muszáj munkába mennem, muszáj. Muszáj, igen. Menjen, hűnjön a szemem előtt, üdés? Tűnés. Gyere, kisfiam. Menjen. Várjon! Várjon! Jöjjön vissza! Szálljon ki! Azonnal! Szálljon ki! Mondja! Mondja, mi ütött magába? Na, gyere ide, kisfiam! Miben mesterkedik? Ha magára nem is gondol, gondoljon a gyerekére! Így nyomorék marad egész életében! Engedj el! Ostobaliba! Hozza vissza! Hozza vissza a gyermekemet! Adja vissza! Ványát akarom! Ványát! Gyere, ványa! Ne félj! Ne félj, ványa! Ványát akarom! Nyugodj! Adja vissza, ványacskát! Kidobtak a munkából. Szereted a munkádat? Nagyon szeretem a munkámat. Nagyon. A tervezőirodánk egy megbízást kapott, és még éjszaka is dolgoznunk kell. Csőtörés történt. Úgyhogy 3 napig mindenki bent marad, bár ezt az időt nem fizetik ki. Úgyhogy ne siessen. Ugyanhonnan tudnám, miért hazudik? Én nem hazudok, de mire rájössz, már nagyon késő lesz. Nagyon késő. Mennyi jó asszony. Ez egy másik csónak? Fogd meg. Fogd meg szépen. Fogd meg a fiút, jó? Jól van. Kérlek, hogy helyezd. Helyezd el éjszakára. Aztán holnap Filaret atya megáldoztatja. Most megyek a dolgomra, jó? Megyek. Ki ez a gyerek? Adjuk. Mihez kezdjünk most? A maga gyereke? Igen. Mi lesz most velünk? Ó, Istenem. Nincs más megoldás. Jöjjön be. Boldog ember, aki nem vág neki az útnak a tisztátalanok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, nem vegyül a csúfolódók közé, örömét leli Isten törvényében, és 7 nappallá téve a parancsairól elmélkedik. Olyan akár a vízpartja mentén elültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és a levelei nem hullanak le. Siker koronázza minden tettét, de nem így a gonoszokét. Pejvaként csodorja őket tova a szél. Ezért nem állnak meg a bűnösök az ítélet napján, sem a gonoszok az igazak sorában. Isten őrzi az igazak útját, de a tisztátalanok halva halnak.
Mit csinálsz te ott? Ülök, és téged várlak. Miért téged színi ez a fatörzs? Ja, véletlenül. Kiugrott a kezemből, és beleesett a tűzbe. Így történt. Értem már. Nem értesz te semmit? Gyere le onnan. Nem akarok. Nekem itt is jó. Panaszkodnak rád, tudd meg. Mert gőgösök keltek föl ellenem. A hatalom emberei életemre törnek. Mit tegyek veled, te tréfamester? Mondd meg. Nagyok és csodásak a tetteid, uram. Hallom, babonáknak hódolsz, és erre csábítod az embereket is. Óvd meg engem az emberek rágalmaitól. Jobb lesz, ha elfelejted az imákat, és inkább az eszedet használod. Az Úr az én világosságom. Ő az én megmentőm. Kitől kellene tartanom? Na, ide figyelj! Számolok én veled, te tréfamester. Az Úr az én megmentőm. Ő az én világosságom. Bocsáss meg, Uram! Irgalmazd nekem! Irányíts utamon, és vezess engem! Mert gyenge a lelkem, sőt a testem is, és a bűnös szenvedélyek miatt emésztődöm is. Rossz irányba néz. Fordítsd jó irányba. Te tudtál a tűzről, ugye? Az ilyesmit senki sem tudhatja, csak az Isten. Egy csin égett fahasába dobtál a lábamhoz. Nem feledtem el. Sokat kell az igaznak gyászolni, Filaret atya. Miért nem mondtál semmit? Mit jelentsenek az elszenesedett fahasábok? Én egyszerű ember vagyok, nem értem a jeleket. Ha engem rágalmazol Krisztusért, az Isten lelke lakozik benned. Válaszolj nekem! Az elöljárót vagyok. Boldogok, akiket üldöznek és rágalmaznak miattam. Én csak ennyit mondhatok, nem többet, csak ennyit mondhatok. Hallgass már, hallgass, hallgass! Ne beszélj így velem. Az imádnak köszönhetően, atyám, megmenekültünk a tűztől. A cellát kiégett, de ezt a tyúkot megmentettük. Ez is nagy eredménynek számít. És jegyezd meg. Amit most mondok. Nem nekünk kell megítélnünk, hogy mi történt.
Te is úgy kotkodácsolsz. Úgy kotkodácsolsz, mint egy tyúk. Bocsáss meg nekem, most nem az irodádról van szó, hanem Isten házáról. Kérlek, bocsáss meg a szavaimat. Bocsáss meg nekem, kérlek. Kérlek, bocsáss meg, atyám. Bocsáss meg. Ó, Istenem. Bocsáss meg nekem, Anatolij testvér, túl messzire mentem. A pusztában kéne élnem, hogy ott vezekeljek a bűneimért. Akár egy remete. A tizet jelnek veszem, remete leszek. Te hogy látod ezt? Nem vagyok tanult ember, nem gondolok semmit. Leégett a cellám, megosztod velem a tiédet. Befogadsz magadhoz. Mondd csak, hová feküdjek. Neked kell eldöntened, én nem tudom. Így szabad? Igen, gyere csak. Azt mondtad ide? Igen, igen, csak tessék. És ha akarsz, aludhatsz mellett. Jól van. Mellette? Igen. Jó, legyen így. Majd együtt megmentjük egymást. Kezesen imádkozunk és gondolkodunk Istenről. Meg az örök létre. Tudod, néha hirtelen rám tör a köhögés, vagy énekelni kezdek az éjszaka kellős közepén. Ugye nem bánod? Ugye nem zavar téged? Régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy miért viselkedsz helytelenül a szertartások alatt. Az imának megvan a maga rendje. Ha mindenki a maga módján teszi, mi lesz akkor belőle? Mi marad így egy szertartásból? Az égvilágon semmi. Finalit, atya. Ha? Igazán rendes csizmád van. Tetszik? Nagyon. Olyan finom, puha. Ez egyetlen pár, amit tudok viselni. Vladiktól kaptam kedvessége jeléül. Tudja, hogy fájós a lábam. A takaród még fájintosabb. Ez is Vladiktól? Nem, Görögországban vettem. Amikor a Metropolitával az Athoszra mentünk. Na akkor, aludjunk is. Hmm.
te meg mit csinálsz, Anatoli atya? Az emberiség bűneinek könyvét olvasom. Ha a végére érek, a kályhába dobom. Nincs többé bűn. Mi a nyavaját csinálsz? Most kezdem olvasni a második oldalt. A második oldalt? De hisz az a csizmám. Mi van te? Te nem is tudtad azt, hogy a legtöbb bűn a püspökök csizmájának orrában rejtőzik? Miket beszélsz te? Van ez bezárva? Miért? Kihajtjuk innen a gonosz erőket. Miféle gonosz erőket? Körülöttünk vannak. Mindjárt, te nem láttad? Nyisd ki az ajtót! Nem, nem, a gonosz erők nem szeretik a füstöt. Igen, ki fogjuk füstölni őket. Állj meg! Nézd csak, hová jutott el az egyik. Nézd csak, ott van a másik. Ott van, né? Te magad vagy a gonosz szellem. Kifüstöljük őket. Itt van a fészkék. Elintézem őket. Mindjárt elintézem őket. Átkezettek. Kifelé. Tűnjetek el innen. Kifelé. Kifelé. Megfulladunk a füstől, Anatoli atya! Mindjárt végeztünk! Megfulladunk! Megszabadulunk tőlük! Most megszabadulunk tőlük! Végezni akarsz velem! Egy perc és megvagyok! Mindjárt! Várj! Állj! Megfulladunk! Levegő! Már majdnem mint levegő! Heredj az ajtóhoz! Heredj az ajtóhoz! Azonnal! Megcsináltuk. Sikerült? Majdnem megfeledkeztem a főgonoszról, de most őt is elkapcsom. Megcsíptalak. Kicsi vagy, de annyira gonosz. De majd én elintézlek. Vízbe fullasztalak. Igen. Most véged van. Vízbe veled. Mit nézel? Szörnyű vagyok. Azt gondolod? De én nem haragszom rád. Sőt, inkább hálás vagyok. Igen, hálás. Megmentettél engem a felszínességtől. Igazad van. Ragaszkodtam a csizmámhoz és a takarómhoz, de te megfosztottál tőlük. Köszönöm ezt. És ami a fő, megmutattad nekem, hogy a hitem elégtelen. Én erre
Szörnyen megijedtem. A halállal a kazánházban fogok találkozni, erre gondoltam. Megrettentem a haláltól meg én. Nem vagyok készen arra, hogy urunkkal találkozzam. Féltem szembenézni a halállal, féltem. Kevés bennem az erény. A bűn meg sok. Erényt mondtál. Az én erényeim bűzlenek urunk szemében. Jó magam is érzem ezt a bűzt. Könnyen megeshet. Azért aztán megmenekülsz. Egyet nem értek. Miért nekem jutott mindez? Miért engem választott az Isten a közösség vezetésére? Az én bűneimért inkább akasztás járna. Ehelyett kis híján szentté tett. Miféle szent volnék? Nincs béke a lelkemben. Gion! Testvérem! Gion Petrovics! Mondd csak! Mondd, hallasz te engem! Gion! Te ismered az életemet, és látod... Látod, hogy kínlódom! Egyszerűen nem tudok se élni, se meghalni! Testvérem, te vagy az utolsó reménységem. A lelkem borzasztóan gyenge. A bűnömet évek óta hordozom. Nem enged el. Könyörülj meg rajtam, Uram. Kérlek, szabadíts meg tőle. Vedd le ezt a terhet a vállamról. Örök a kanál. Megy a vonat. Kösz, nem kérek a teádból. Na, jól van. Én iszom. Miért nézel így, apa? Nem is néztem rád. Jaj, dehogy nem. Egyáltalán nem szeretsz, ugye? Miket beszélsz? Nagyon szeretlek. Szeretlek téged, hazudsz. Nagyon szeretlek. Nagyon. Nem is szeretsz. Képtelen vagyok itt ülni. Nem jól akarok. Van, jól. Na, nem akarok itt van. Maradni. Jól van, kislány. Jól van. Miért őrzöl magad alatt? Mit akar? Hogy mit? Gyümölcsöt hoztam. Semmi szükség rá. Elnézést. Jó.
tüzet, hogy beteg vagyok? Jaj, miket beszélsz? Fáradt vagy, és pihenésre van szükséged. Én beteg vagyok. Nagyon beteg. Köszöntelek téged. Mi célból jöttél? Miért küldted azt a tömjént? Szerdán temetés lesz. Ki? Akit az úr kiválasztott. Ja, Istenem, mi van? A halál hullámai körülmostak. Halálos hálót fontak körém. Mi van? Valóban... Valóban meg akarsz halni? Ha így áll a helyzet, szerzek neked egy koporsó, tölgyfa, fenyő, miért akarsz? Olyat szerzek? Nem kell, van koporsó. Milyen koporsó? A verandán. Láttad ezt a ládát? Te még meghalni sem akarsz úgy, mint más ember. Hozatunk egy rendes koporsót, jó? A ládát akarom. A ládát! Ez a végakaratom. Ámen. Miféle ember vagy te? Ha? Még meghalni sem tudsz furfang nélkül? Minden ember tisztességes koporsóban nyugszik, még a tiszteletre méltó szent életű atyák is. Erre te milyen temetést akarsz? Egy nyavajás ládában! Rakjunk ládába, mi? Nem más ez, mint közönséges hiúság! Fogd fel a szavaimat! Érted? Érted, mit beszélek? Hiúság! Végső soron, atyám, te szeretsz engem. Igaz? Szeretsz engem? A helyzet az, hogy nem szenvedhetlek, vén Maradi. Azt kérdezted tőlem, miért ölte meg Káin Ábelt? Megmondom én neked. Én hozzád hasonlóan próbáltam másoknak segíteni, de az Úr nem fogadta el az áldozatomat. Miket is beszélek? Állj meg! Ha meghalok, elsiratsz majd?
Basztja, mi van veled? Mi ütött beléd? Jól mulatsz, Anatoli atya? Hallom, készülsz meghalni, te mókamester. Már is jelentették. Nem akarlak elveszíteni. Az jár a fejemben, hogyha akarod, megnyírlak. Miért kéne? Éltem az életemet. Kitértem a törvény elől. És most adjak fel mindent? Na nem, atyám, hagyjuk ezt. Vedd ki a fejedből. Miért beszélsz így? A bűneimről beszélek. Az engem égető bűnökről, amelyek kiégették a lelkemet. Ismét rébuszokban beszélsz, testvérem. Nincs olyan bűn, amit az Úr ne tudna megbocsátani. Az ő számára semmi sem lehetetlen. Elég legyen. Jól van, jól van. Na, nyugodj, nyugodj meg. Nem egyedül jöttél, ugye? Ott az apám. Ott vár. Hogy szólítják? Nástya. Nem téged, hanem az apádat. Őt hogy hívják? Kion Petrovics. És tengernagy. Komolyan? Igen. Örülök, hogy szép rangja van. Menj csak. Eredj, nézz ki. Menj csak. Menjél. Bocsásson meg. A lányom beteg. Nagyon beteg. Rosszul van? Hívjak orvost? Nem kell. Az én lelkem mélyén angyalok énekelnek. Igazság szerint a lányom nincs magánál. Orvostól orvosig jártunk, még Moszkvába is elmentünk. Semmi sem segített. Hallottam, hogy itt a monostorban él egy szent életű ember. Egy gyógyító. Ha ő nem tud segíteni, nem tudom, ki tudna. Régóta viselkedik így? Amióta férje meghalt. 4 éve és 6 hónapja. Egy tenger alatt járunk szolgált a Bárenc tengeren. Mondja, a maguk szent embere boldogul az elme bajjal. Ő nem elmebeteg. Hát akkor mi? Megszállta a gonosz. Benne rejlik és kínozza. Hát ez furcsa hangzik. Benne rejlik a gonosz. Ezt meg honnan tudja? Személyes ismerősöm. Ki? Hát a gonosz. Nástya! Leányom, hol vagy? Nástya! Nástyenka! Gyere, kelj fel! Menjünk innen! Gyere szépen velem! Egy. Gyerünk!
Így, de... Jö. Jö. Na gyere, megérkeztünk. Nem. Én nem tartok veled. Muszáj lesz. Muszáj lesz, kedvesem. Elfáradtam. Menjél csak, én itt maradok. Ha. Nem megyek veled. Utálatos egy alak vagy. És a szigeted is utálatos. Nem megyek veled. Jönnöd kell. Nem Muszáj megyek. Muszáj de ne félj. Nem megyek sehova. Na, gyere. Nem akarok. De miért nem akarod? Mert nem akarok, és kész. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Uram, Jézus Krisztus, hozzád fohászkodom, hogy legyen meg a te akaratod. Fel az Úr, és szíledjenek szét az ő ellenségei, mint elenyészik a füst, enyészenek el az ő ellenségei is. Mint ahogy elolvad a viasz a tűz színe előtt, úgy vesszenek a bűnösök Isten színe előtt, az igazak pedig vigadjanak kedvükre. Hozzád fohászkodom, drága, életadó kereszt, amely elűzi a gonosz erőket. Ó, Urunk, legtisztább, életadó keresztje, segíts nekem az Isten szülő szent szűzzel és az összes szentekkel egyetemben. Add, hogy bejárhassam az utamat, ami rám méretett mindörökre. Ó, Uram, segíts nekem az Isten szülő szent szűzzel és az összes szentekkel egyetemben. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Uram,
Uram, betegek segítője. Amen. Látod, most már minden rendben van. Sírjál csak, sírjál. Nyugodtan, sírjál csak. Köszönöm szépen. Igazság szerint nincsenek szavaim, hogy kifejezzem a hálámat. Nástya úgy ragyog, akár a nap. Jobban teszi, ha az úrnak mond köszönetet. Most menjünk be a templomba. Nástyának meg kell gyónni a bűneit, és áldoznia is kell. Te nem akarsz gyónni? Nem áll szándékodban? Hogy szándékomban áll-e? Nem értem magát. Gyere, mindent elmagyarázok. Na gyere, gyere csak. Ne tarts tőlem, tengernagy. Itt senki sem fog téged próbára tenni. Én senkitől sem félek, senkitől. Kivettem már a részem a félelemből. De tényleg nem értem. Mi ez az egész? Komolyan? 42-ben fogságba estem. Nagyon fiatalon. A németek azt mondták, életben hagynak, ha mindezért cserében lelövöm az egyik társamat. És hol szolgált? Így szolgáltam. Az északi flottában. Hogy hívták azt a társát? Ajaj, már nem emlékszem. Idősebb volt nálam, kapitány volt. Igen, egy huszájon. De miért nem kérdezel inkább mást? Miért nem kérdezed, hogy lelőttem-e? Nos hát, lelőtte őt? Lelőttem. Ezzel kell együtt élnem. De nem megy. Én sem tudnék.
De miért mesélsz nekem erről? Öreg vagyok. De eféle bűnnel szörnyű meghalni. Félek. Nem kell félned. Hallj meg békében, bátyuska. Ismertem azt a tengerészt. Ő végül életben maradt. Te akkor... csak a karját lőtted meg. Valami felrobbant, és ő átesett a korláton, bele a vízbe. Ott elkapott egy deszkát. Aztán kifogták. Bocsáss meg nekem. Mindenért kérlek. Rég megbocsátottam. Csak biztosra vettem, hogy nem élsz. Azóta mindig ez jár a fejemben. Tion. Távozz békében. Az Úr legyen te veled. Tegyük le! Jó. Köszönöm, testvérek. Igazán szép munka. Először lesmérgliztük, aztán kifényesítettük. Nagyon fájintos lett. Igen, alkalmas lesz Credence-nek. Ha? Hogy tetszik? Miket beszélsz? Koporsóra van szükségem, nem Credence-re. Úgy igyekeztem. Örömet akartam okozni. De neked nem tetszik. Szerezhetek smirglit, leszedjük a lakkot, vagy bekormozzuk a szeneddel. Mondd meg, mit szeretnél. Miattad csináltam, Anatoli atya. Hallgass meg, kedves testvérem. Bocsásd meg nekem a vénségemet. Az ostoba tréfákért és Káinért. És azért, amit a Credence-re mondta. Jól van. Bocsásd meg nekem Krisztus kedvéért. Jól van, hogy ne bocsátanék meg. Sőt, tulajdonképpen te bocsáss. Igazságtalan voltam meg hozzád. Nézd el bűneimet Krisztusért. Természetesen. Köszönöm, bocsánat. Dicsőség neked, Uram. Nézd csak ide. Nézd ezt! Veszek egy darab szenet. Látod? És bekormozom az egészet. Nézd, bekormozom Anatoli atya. Mindent megteszek, amit csak akarsz. Anatoli atya!
Jó vagy. Segíts nekem. Egész jó itt. Most eredj is. Mondd el a többieknek, Filaret atyának, hogy Isten szolgája Anatoli eltávozik. Mindörökre. Anatoli atya, nem félsz a haláltól? A halál nem félelmetes. De félek Isten színe elé állni. A bűneim folytogatnak. Hogy kellene élnem? Mind bűnösök vagyunk. Élj, ahogy tudsz. De ne kövess el sok bűnt. Na jól van. Elég a beszédből. Menjél. Menjél, hagyd magamra. Az Úr legyen te veled. Istenem, fogad magadhoz, bűnös lelkem.
forgatókönyvet írta Dmitrij Szoboljev. A filmet rendezte Pavel Lungin, fényképezte Andrej Zsegalov, zenéjét szerezte Vladimir Martinov. Magyar hangok. Tarján Péter, Vári Attila, Takácsi Péter, Zöld Csaba, Törköly Levente, Tóth Augusta, Kofler Gizella, Zsurs Kati, Bertalan Ágnes, Epres Attila, Berec Kristóf Uwe. Magyar szöveg Kálmán Judit, szerkesztő Barabás Klára, hangmérnök Illés Gergely, vágó Szemerédi Gabriella, gyártásvezető Kincses Tamás, szinkronrendező Kis Beáta. A szinkront az MTVA megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette 2013-ban.